Indul a Mandula! Sziasztok, Molnár Andrea vagyok, ez meg itt a Mandula. Mai vendégeink Barta Tímea, Kis György Szende, Szabó Hunor és Timár Kincső, akikkel beszélni fogunk az EMI toborzó táboráról, valamint a Kovászna megyei diák önkormányzatról. Tartsatok velünk! Előbb következzenek az ifjúsági hírek. Hétvégén két sportrendezvény is zajlott. A stadionban a Berdáron közigazgatási és közgazdasági szakiskola szervezésében foci meccsen vehettek részt a lelkes csapatok, míg a Mikeskelemen liceum torna termében kosárlabda mérkőzések zajlottak. A kosárlabda mérkőzéseken első helyezést ért el a Marosvásárhelyi Egyesülés Nemzeti Liceum, második helyet a Mikeskelemen liceum, és harmadik díjban részesült a Kolozsvári Elméleti Liceum. A pénteki kórus olimpiászon első díjat nyert a Mikeskelemen liceum kórusa. A Székely Mikó kollégiumban a múlt hét elején beköszöntött a farsang. Az 1-4 osztályos diákok maszkkészítésben vehettek részt, míg az 5-8 osztályosok bábukészítésben, valamint egyéb érdekes kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Az érdekesség kedvéért egy nagy báb is állt a folyósón, amelyre a diákok és tanárok azon dolgaikat tűzhették fel, amelyektől meg akartak szabadulni. Ez már felér egy tavaszi takarítással. A Berde DT és a Puskás DT bálosbulit rendez március 17-én, azaz csütörtökön, 18 órai kezdettel a Puskás Tivadar szakközépiskola ebédlőjében. A beugró csupán 3 lej. Minden bulizni vágyót szeretettel várnak, ne lepődjetek meg, ha valaki bálkirály vagy bálkirálynő lesz, hisz ez is a programnak része. Pénzből is tankoljatok fel, mert vásárra is sor kerül. A felejthetetlen élmény garantált. Április 2-án kerül sor a diákzenekarok találkozójára, ahol Ossian koncert is lesz. Ha szeretnél részt venni rajta, bővebb információkat az emihírek.ro címen találsz. Kedre várható a Székely Mikó kollégium iskola újságának megjelenése. Olvasd bele, garantáltan megéri. Ezek voltak az ifjúsági hírek. Mindenki válasszon kedvére a programok közül, és érezzétek jól magatokat. Itt van velem a stúdióban Szabó Hunor és Timár Kincső. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Sziasztok, én is köszöntelek titeket. Miről fogtok beszélni? Hát a hétvégén lezajlott a toborzótáborról, az EMI-nek a toborzótáboráról. Először is Hunorhoz fűzném az első kérdést. Mióta emizel? Hát én most már körülbelül 4 éve emizek. Ez úgy kezdődött, hogy egy akkori osztálytársam, aki az EMI-nek az alelnöke volt, meghívott egy EMI táborba, a második EMI táborba Gyergyószent Miklós mellé, és hát akkor ismerkedtem meg a csapattal, nagyon megtetszett tevékenységük, az emberek, és úgy döntöttem nem sokkal azután, hogy én is csatlakozok a csapathoz, és segítem munkájukat. Mi győzött meg, hogy csatlakozz? Tetszett nagyon a tevékenységi területük, én is elég régóta érdeklődök az erdélyi magyarság iránt, és egy közös értékrendet képviseltünk, és emiatt meg persze a jó hangulat, ami a csapatban mindig dominál. És miből is áll egy ilyen toborzó tábor, úgy szervezésileg, mint résztvevő szempontból? Hát résztvevő szempontból szerintem majd Kincső többet fog mondani. Szervezésileg először is különböző csapatjátékokat, csapatépítőjátékokat szervezünk, mivel hogy fontos, hogy az új tagokat, akik vagy jövendőbeli tagokat, akik még nem ismerik egymást, egy kicsit összerázzuk, hogy majd együtt tudjanak működni velünk, meg egymással. És ezen kívül természetesen bemutatásra kerül az EMI, mint szervezet, különböző tevékenységeink. Hétvégén is volt egy 4 órás workshop vagy műhelymunka, ami segítségével betekintést nyerhettek a jövendőbeli tagok, hogy hogyan is szervezünk meg egy rendezvényt, többféle rendezvénytípus volt, tehát mindent kipróbálhattak. Mekkora volt a szervezőcsapat? Körülbelül 10-12 személyből állt idén a szervezőcsapat. És úgy körülbelül mennyi munkát vett igénybe maga a tábor megszervezése? Hát ezt mindig hetekkel, esetleg egy hónappal, másfél hónappal azelőtt kezdjük el a szervezést. A szokásos heti gyűléseken kívül ilyen külön szervező gyűléseket tartunk, amelyeken mindig megbeszéljük a dolgokat. Körülbelül azt mondhatom, hogy egy hónapot így
minden munkával együtt annyi időbe telt. Kik vehettek részt a toborzó táboron? Bárki tulajdonképpen, tehát aki érdeklődik az emiránt, aki hallott már róla, kíváncsi, hogy mivel is foglalkozunk, vagy aki még nem is hallott róla, csak most valakitől megtudta, de szeretne csatlakozni, vagy egyszerűen csak egy kellemes hétvégét szeretne hasznosan eltölteni Benedek mezőn, az jöhetett. Lehet még jelentkezni? A következő évben, hogyha jövőben is megszervezzük, arra természetesen lehet. Tehát így évközben nem lehet? Nem, ez általában úgy szokott történni, hogy a toborzó tábor előtt egy hónappal körülbelül, attól függ, meghirdetésre kerül a tábor, és akkor lehet jelentkezni abban az időszakban. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Most pedig kérdezlek téged, Kincső. Hol vagy, kitől hallottál először a táborról, meg az emiről? Hát az úgy történt, hogy az osztályfőnököm mondta nekünk oszi órán, hogy van egy ilyen tábor, megnézzük meg, hogy milyen lehet, miről szól, mit fogunk ott csinálni meg, mi az értékrendje ennek a tábornak. Hányadik osztályos is vagy? Hetedikes. És melyik iskolából? A Váradi Józsefből. Milyen volt maga a tábor? Hát a tábort nagyon élveztem abból a szempontból, mert így megtarthatom a magyarságomat, és a néphagyományokat is megismerhetem így ezzel a táborral. Volt valami a programok közül, ami jobban azt tetszett a legjobban, vagy nem tetszett éppenséggel? Hát tetszett a csoportbeszél, vagyis a műhely munkák, az több tapasztalatot szerezhettem, hogy hogy kell megszervezni egy rendezvényt, és tetszett még a számháború is, nagyon tetszett. Sötétbe főleg az volt a legjobb lámpákkal, még soha nem játszottam ilyet. Még valami hozzáfűzni valód lenne? Ami előtt megismertem volna a zenét, egy párszor hallottam róla, hogy mi lehet, de egyáltalán nem volt fogalmam, hogy miről foglalkozik, vagy mi van benne, milyen társaság van. És nagyon meglepődtem, mert jó a társaság is, a programok is nagyon jól voltak, felemelő programok voltak. Tehát örülsz, hogy elmentél a toborzó táborba. Rendben, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem még találkozunk. Nagyon szívesen, mi is örülünk. Köszönöm szépen én is a meghívást. Én is nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Sziasztok! Itt van velem a stúdióban Barta Timea és Kis György Szende. Sziasztok! Szia! Szia. Arra szeretnélek kérni, hogy mutatkozzatok be, mondjatok néhány szót magatokról. Én Barta Timea vagyok, a Református Kollégiumban járok 16 éves és 9-es. Én pedig Kis György Szende vagyok, a Székely Mikő Kollégium 12-es diákja, és a diákkormányzat most már lassan egy éves tagja. Köszönöm szépen! Hogyan kezdtetek el tevékenykedni a diák önkormányzatban? Én személy szerint belecsöppentem az egész tevékenységbe, mivel hogy eredetileg én egy Európai Uniós versenyt nyertem még két osztálytársam, illetve egy idősebb diákkal együtt, és akkor így felajánlottak egy franciaországi utat, ami a diákönkormányzaté volt eredetileg, és akkor így miután vége lett úgymond az utazásnak, felajánlották, hogy akár a diákönkormányzat tagjai is lehetünk, és részt vettünk a rendezvény szervezésben, illetve a rendezvényekben magában, és akkor így ennek során úgymond már oszlopos tagjai lettünk, és hát tagja vagyok a diákönkormányzatnak. Én már nagyon régóta szerettem volna ilyesmivel foglalkozni, és most adódott ez a lehetőség, hogy mióta a refis vagyok, egyik kedves ismerősöm meghívott, és akkor éltem ezzel a lehetőséggel, és nem bántam meg. Mi volt a legutóbbi rendezvény, amin részt vettetek, amit a diákönkormányzat szervezett? A legutóbbi rendezvényünk az február 26-án volt a Farsangi Bál tanulók klubjába, ami elég jól sikerült. Ez volt az első ilyen jellegű rendezvényünk. Meséljetek még egy kicsit róla, mit kell tudni. A diákönkormányzatról magáról? Nem, a Farsangi Bálról. A Farsangi Bálunk célja az volt, hogy a legextrémebb ruhákat díjaztuk. Ez aztán sajnos nem így volt, ugyanis végül aztán az első díjat nem a legextrémebb jelmezért kapta az illető, ugyanis karaoke vetélkedő is volt, és táncverseny, amelyet igencsak élveztek a résztvevők, és biztos, hogy ez majd megismétlődik más ilyen jellegű rendezvényeken is. Mit kell tudni magáról a diák önkormányzatról egy néhány szóban? Mondjátok el, mert itt volt még Benkő Réka, ő is beszélt róla. Hát a diák önkormányzat úgymond célja igen tág, ugyanis
mindennel, ami az önkéntességgel kapcsolatos foglalkozik, és próbál olyan rendezvényeket megszervezni, amelyek hasznosak lehetnek úgy a fiataloknak, mind az idősebbeknek. Ez legfőképpen ilyen szabadidős tevékenységekben eredményeződik, úgymond. Hát ilyenek például jótékonysági koncertek, amik segítenek valakin, vagy akár versenyek. Volt december során ilyen teaosztás, ami ugyebár télen úgy elég jó szervezés, tehát jó rendezvénynek bizonyul. A többek közt ezek, hogy valamilyen módon szolgáljuk a város lakóit. Mik a jövőbeli terveitek? Hát a jövőt illetően elég dús naptárunk van, úgymond. Ami most legközelebb hát tevékenységünk körébe tartozik, a diák együttesek találkozója, ahol társszervezők vagyunk az EMI-vel. Ugyanakkor a közeljövőben a Petőfalvi fürdő felújításának a munkálatai során segítkezünk, majd ezt követően a Szent György napok során, vagyis a keretén belül műveltségi vetélkedőt tervezünk, amelyen minden fiatal részt vehet. És hát a elkövetkezendőkben még azt hiszem, hogy a március 25-26-27-i hétvégén képzést tartunk Oltuszban. Ez a diák önkormányzatot szolgálja, mivel az önkéntességről szeretnénk több információt megtudni, illetve elsajátítani. Kik vehetnek részt a diák önkormányzatban, vagy hogyan működik ezt, hogy aki csatlakozni szeretne, az milyen lépéseket kell tegyen? Végül is ide bárki eljöhet, akinek kedve van, illetve szereti az ilyenfajta szervezéseket. Legtöbbnyire hát olyannak van nagyobb lehetősége, aki eljön valamilyen rendezvényünkre, és most is például, aki megnyerte a farsangi bálunkat, az lett az egyik díja, hogy csatlakozhatott hozzánk. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy eljöttetek. Köszönjük mi is a lehetőséget. Sziasztok! Szia!